Hello, ez a Fastek. A részletes termékleírás előtt hadd mutassam be röviden a Fastek Ethernet termékcsaládot és az Ethernet teljes megoldást. Előtte hadd mutassam be röviden a Fastek Ethernet termékcsaládot. Itt van az Easy Servo nevű márka. Az Easy Servo egy zárt hurkú léptetőrendszer termékcsalád. És van egy Easy Step nevű márka. Az Easy Step nyílt hurkú mikrolépőrendszer termékcsalád. És van egy Easy Motion Link nevű márka. Az Easy Motion Link egy tengelyes mozgásvezérlő AC szervohajtáshoz. Végül az Easy IO márka egy digitális IO modul. Tehát a Fastek Ethernet termékcsalád rendelkezik a zárt hurkú léptetőrendszer Easy Servo márkájával, a nyílt hurkú mikro léptetőrendszer Easy Step márkájával, az egy tengelyes mozgásvezérlő Easy Motion Link márkájú váltóáramú szervohajtásához, és a digitális IO modul Easy IO márkája. Vessünk egy pillantást az egyes termékmárkákra egyenként. Először is az Easy Servo márka. Az Easy Servo márkának három terméke van, köztük. Easy Servo 2 Plus, a zárt hurkú lépcsőrendszer szabványos típusa. Easy Servo 2 Plus Mini, mini meghajtó típus. És az Easy Servo 2 Plus All, egy Elinon típus, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot. Ezután az Easy Step márka. Az Easy Step márka két termékkel rendelkezik, beleértve az Easy Step 2 Plus szabványos típusú nyílt hurkú mikro léptető rendszer, és az Easy Step 2 Plus Mini, egy mini meghajtó típus. Ezután az Easy Motion Link márka. Az Easy Motion Link márkának van egy Easy Motion Link Plus nevű terméke, egy egytengelyű mozgásvezérlő, amely közvetlenül csatlakoztatható különféle AC szervókhoz, mint például a Yaskawa és a Mitsubishi. Végül az Easy IO brand. Az Easy IO márkának van egy Easy IO Plus nevű terméke, amely digitális IO modul. Tehát a Fastek összesen 7 Ethernet termékkel rendelkezik. Mivel többféle termék létezik, olyan teljes megoldást tudunk biztosítani, amely lehetővé teszi a léptetőmotor, az AC szervó és az IO modul vezérlését a számítógép szabványos Ethernet portján keresztül, külön mozgásvezérlő nélkül. Ez a teljes megoldások értelme. Eddig röviden bemutatom a teljes megoldás és a Fastek Ethernet termékeinek jelentését. A 7 terméktípus közül szeretném bemutatni a digitális IO modult, az Easy IO Plus-t. Ezután az Easy IO Plus-e bevezetése előtt a koreai piaci helyzet példájával szeretném elmagyarázni a Fastek Ethernet termékeit. Amikor az ügyfél konfigurálja a gépet, a PCT vagy a PLCT különböző módon használják főmesterként. A koreai piacon ez a főmester általában egy ipari PC. Csak nem 70-80%-uk PC alapján állítja össze gépét. Ennek fő oka az, hogy a szoftverfejlesztési környezet rugalmas a gépvezérlésekor. Vagyis az elérhetőség jó. Részletesebben, mivel az ügyfelek könnyedén konfigurálhatják a gépi programokat Windows alapú programozási környezetben, közvetlenül csatlakozva egy Windows alapú számítógéphez, a koreai piacon a legtöbb vásárló inkább a Fastek Ethernet termékeit használja és használja. Ezen kívül az Easy Servo 2 Plus Mini-t a 7 tengely közül 2-re alkalmazzák, az üreges tengelyre és a fogó tengelyre. Ezt, Visual Basic, LabVIEW stb. Így jó sokoldalúsággal rendelkezik. Ezért a Fastek Ethernet termékek APT biztosítanak ezekhez a programozási nyelvekhez, így ideálisak az ügyfelek különböző szoftverfejlesztési környezeteihez. Ehhez hasonlóan a gép konfigurálásakor a Fastek Ethernet termékeit megfelelő megoldásként használják a koreai piacon, és a hozzáférhetőség és a sokoldalúság fontos. Most a tényleges gépet használva példaként szeretném bemutatni az Ethernet termékfejlesztés fogalmát. Ez a gép igazítja az okostelefonban használt kameramodul lencséjét és érzékelőjét. Amint az a baloldali képen is látható, az ügyfél az Easy Servo 2 Plus 10 tengelyét alkalmazta, amely a zárt hurkú léptetőrendszer standard típusa és az 5 tengelyes AC szervó. A gép beállításakor előfordulhat, hogy a géphez váltakozó áramú szervomotor, léptetőmotor és IO modul szükséges egyszerre. A 10 tengelyes Easy Servo esetében az ügyfél közvetlenül csatlakozhat a számítógéphez az Ethernet porton keresztül, és vezérelheti azt a Fastek által biztosított Windows alapú API használatával. De külön mozgatókártya szükséges az 5 tengelyes váltóáramú szervó vezérléséhez.
az ügyfélnek két különböző szoftverfejlesztési környezetet kell konfigurálnia az Easy Servo és az AC Servo vezérléséhez. Ez nehézkes az ügyfél szempontjából, és a költségeket növeli egy különálló mozgótábla az öttengelyes AC Servo vezérléséhez. Ezen kívül hosszú és vastag húzalkötegekre van szükség, amelyek a váltóáramú szervóról a mozgáslapra vannak csatlakoztatva, és ez bonyolítja a kábelezést. A következő fejezetben diagramokkal magyarázom a részleteket. Amint azt korábban röviden kifejtettük, hagyományosan külön mozgatókártyára volt szükség a váltóáramú szervó öttengelyének vezérléséhez, és a bekötés bonyolult volt, mivel sok kötek hosszú vezetéket kellett csatlakoztatni a mozgástáblahoz a váltóáramú szervó-szervó interfész kábelén keresztül hajtás. Ez a kellemetlenség megoldható az Easy Motion Link Plue termékünk használatával. Az Easy Motion Link Plue egy Ethernet típusú, egy tengelyes mozgásvezérlő, amelyet úgy használhat, hogy a hálózati szervó meghajtó interfész csatlakozójához csatlakoztatja. Mint látható, például van egy Panasonic AC szervó meghajtó. A Motion Link közvetlenül csatlakoztatható a Panasonic AC szervó meghajtó szervó interfész csatlakozójához. A Panasonic AC szervohajtás szervó interfész csatlakozója 3M50 pin csatlakozó, és a legtöbb nagyobb AC szervó meghajtó is ezt a 3M50 pin csatlakozót használja. Mivel a Fastec Motion Link is ezt a 3M50 tűs csatlakozót használja, kompatibilis a legtöbb nagy váltóáramú szervó meghajtóval. A tűtérkép azonban minden AC szervó meghajtó esetében eltérő lehet. Például, ha a Yaskawa AC Servo Servo-on jele 5., a Mitsubishi a 7. Számhoz van rendelve, de az interfész funkciója ugyanaz. Ezzel eltávolíthatja a bonyolult húzalozási köteget az AC Servo-ból a mozgáspanelre. Az Easy Motion Link egy tengelyes mozgásvezérlő használatával az ügyfél 5 tengelyes váltóáramú szervot használhat, csak Ethernet kommunikációs kábellel, külön mozgáskártya nélkül. Ezeket a Fastec által biztosított API-val szabályozhatja. Említettem továbbá, hogy két különböző szoftverkörnyezetre volt szükség az Easy Servo 10 tengelyének és az 5 tengelyes AC Servo vezérléséhez. Ha azonban az ügyfél Easy Motion Linket használ, akkor az 5 tengelyes váltóáramú szervó használható ugyanabban az Ethernet hálózatban és szoftverkörnyezetben, az Easy Servo API használatával. Más szóval, összesen 15 tengely működtethető egy programmal. Mutatok egy gyakorlati alkalmazási példát. Ez a példa a teljes megoldás koncepcióját alkalmazta, amely szerint a léptetőmotor, az AC szervomotor és a digitális I.O. modul egy Ethernet porttal vezérelhető, külön mozgásvezérlő nélkül. A Fastec Easy Servo 2 Plue, amely léptetőmotor, az Easy I.O. Plue, amely digitális I.O. modul, és az AC szervó kerül alkalmazásra. Mint látható, az Easy Motion Link, amely egy tengelyes mozgásvezérlő az AC szervohajtáshoz, közvetlenül kapcsolódik összesen 8 tengelyes AC szervóhoz. Az Easy Motion Linkát Ethernet portok segítségével Daisy lánccal kötik össze, és a Fastec Easy Servo 2 Plue és Easy I.O. Plue-éhez is csatlakozhatnak Ethernet kommunikáción keresztül. Az egyszerű kábelezéssel az AC szervót és az Easy Servot egyszerre egy Ethernet hálózat hajthatja meg. Ehhez a géphez az I.O. modul is csatlakoztatva van. Ilyen kis gépek esetén, ha az Easy Motion Linket használja, akkor a Fastec API-val vezérelheti a váltóáramú szervó, léptetőmotor, I.O. modult. Nincs szükség külön mozgótáblára az AC szervóhoz. Csak egy Ethernet hálózattal vezérelheti. Ezért megtakarítható a költség, ha eltávolítja a szükségtelen mozgástáblát és csökkenti a húzalozást. Összefoglalva a termék fogalmát, a következő. Mivel a Fastec alapvetően Windows alapú API-t biztosít az Ethernet termékekhez, az ügyfelek a programozáshoz olyan fejlesztési nyelvet választhatnak, mint a C++, C, C2-s kereszt, Visual Basic, LabVIEW stb. Az API mellett GUI szoftver is rendelkezésre áll, és ingyenesen letölthető a Fastec weboldalról. Amint azt korábban említettük, a Fastec ingyenesen biztosítja az Easy Motion Plue és API for GUI szoftvert a Windows számára. Először is, a GUI szoftver ingyenesen letölthető a webhelyről. Ha belép a következő címre, és az egérmutatót a kezdőlap letöltés fülére helyezi, megjelenik a gyors letöltés nevű elem. Kattintson a tételre a terméklista megjelenítéséhez. A GUI szoftvert letöltheti az Easy I.O. Plue termékprogram gombjára kattintva a listában szereplő termékek között.
Ugyanezt a szoftvert más Ethernet termékek programgombjára kattintva is letöltheti. És azon az úton, ahol az EasyMotion Plus-e, a FastTech Ethernet GIA van telepítve. A példamapában ellenőrizheti a C2-s kereszt, C++ és LabVIEW példafájlokat, az Include mapában pedig az API-t. Referenciaként a C2-s kereszt 32 bites API szerepel az Include mapában, a C2-s kereszt 64 bites API az Includex 64 mapában. A C++ 32 bites API-ja az Includex 86 CPP mapában, a C++ 64 bites API pedig az Includex 64 CPP mapában található. Összefoglalva, egyetlen alkalmazás, különösen egy kis eszköz esetén a FastTech Ethernet termékei beépített mozgásvezérlővel rendelkeznek, így a mozgótábla szükségtelen az előzőekben leírtak szerint. A szabványos Ethernet hálózat használatával konfigurálhatja és vezérelheti a teljes gépet egy Ethernet hálózaton keresztül, beleértve a léptetőmotorokat, a szervomotorokat és a digitális I/O modulokat. Ez a célja annak a teljes megoldásnak, amelyre törekszünk. A bemutatón használt EasyIO Plus-e termék 8 bemeneti csatornát és 8 kimeneti csatornát támogat, és egy rugós-rugós kapocslécet alkalmaznak. Igaz API-t. A FastTech Ethernet termékek 28 tengelye van, amely zárt hurkú lépcsőrendszer Ethernet szabványos terméke és 4 tengelyes AC-szervó. Összesen 32 tengely léptetőmotort és AC-szervót, valamint I/O modult vezérelt egy Ethernet hálózat. A bemutatóban használt terméknevek a következők. Az EasyMotion Link olyan AC szervókra történő alkalmazásával, mint a Mitsubishi, a Panasonic, a Yaskawa és a Sanyo, összesen 32 tengelyt vezéreltek, beleértve az Easy Servo Tuplut és az AC szervót. Mint látható, az AC szervót és az Easy Servot egy hálózat és egy program vezérli. Nincs szükség külön mozgókártyára, és egyszerűen PC-vel működtethető. Eddig a FastTech Ethernet teljes megoldását vezettem be. A továbbiakban bemutatom az EasyIO Plus-t. Először is elmagyarázom az EasyIO Plus-e kombinációs modell nevét. Az EasyIO-ben az I/O modult, a PE azt jelenti, hogy a termék támogatja az Ethernet hálózatot. Az I16O16N1 MPN típusú terméket jelent, 16 bemeneti és 16 kimeneti csatornával. E az ECON típusú csatlakozókat használó terméket jelenti. Két lehetőség közül választhat, 16 és 32 csatorna, és a bemenet-kimenet önmagában vagy vegyes kiválasztása lehetséges. Például az modell 16 bemeneti csatornával, az O16N modell 16 kimenettel, az I8O8N modell 8 bemeneti és 8 kimeneti csatornával rendelkezik. Az EasyIO Plus-e támogatja az NPN és PNP típusú be- és kimenetet. Ezen kívül kétféle csatlakozó létezik, ECON és sorkapocs. Ezután nézzük meg az EasyIO Plus-e termékek jellemzőit. Először is, amint azt korábban kifejtettük, az EasyIO Plus-e támogatja az ECON csatlakozót és a sorkapcsot. Az ECON csatlakozó típus esetén az ECON csatlakozó lehetővé teszi a perifériák, például különféle érzékelők kényelmes csatlakoztatását és leválasztását. A terminálblokk pedig gyűrűs csatlakozókat használ az egyszerű, egyérintéses bekötéshez. Ezért könnyen csatlakoztathat és vezérelhet perifériás eszközöket, például különféle érzékelőket. Amint azt korábban említettük, az EasyIO Plus-e 16 és 32 csatornás termékeket kínál. A 16 csatornás terméknek 16 csatornás bemeneti típusa és 16 csatornás kimeneti típusa van, a 32 csatornás terméknek pedig 32 csatornás bemeneti típusa és 32 csatornás kimeneti típusa van. És vannak modulok kombinált bemenettel-kimenettel. Például 16 csatornás termék esetén 8 bemeneti és 8 kimeneti csatorna kombinációs termék áll rendelkezésre, 32 csatornás termék esetén pedig 16 bemeneti és 16 kimeneti csatorna kombinációs termék áll rendelkezésre. Ezen kívül az EasyIO Plus-e MPN típusú és PNP típusú termékeket kínál különböző perifériás eszközökbe és kimeneti módszereinek támogatására.
Az EasyIO Plus egy digitális IO modul, amely fotócsatolót használ. Az egyes csatornák maximális bemeneti árama 15 mA, a maximális kimeneti áram pedig 200 mA. Mostantól az EasyIO Plus alkalmazással készült bemutató videóit mutatom meg nektek. Először is, ez egy bemutató, amely a LED világítás különböző mintáit mutatja be az EasyIO Plus PC-vel történő vezérlésével. Látható, hogy összesen 8 EasyIO Plus termék van csatlakoztatva egy láncba egy Ethernet hálózaton keresztül, és egyidejűleg vezérelve. A bemutatóban használt terméknevek a következők. Sorkapocs típusú kimenet 32 csatorna 3 egység és kimenet 16 csatorna 1 egység, Edson csatlakozó típusú kimenet 32 csatorna 3 egység és kimenet 16 csatorna 1 egység, azaz összesen 8 EasyIO Plus termék van csatlakoztatva Daisy lánc egy Ethernet hálózaton keresztül és egyidejűleg vezérelve. Ha közvetlenül csatlakoztat egy Ethernet kábelt a számítógéphez, a Fastek által biztosított Windows API-n keresztül könnyedén vezérelheti a terméket. Az utolsó bemutató egy 8 tengelyes labda bemutató, amely a Fastek által biztosított Ethernet teljes megoldást mutatja be. A bemutatóban használt terméknevek a következők. Ha a bal oldalt nézi, az Easy Servotu Plue All 4 tengelye van, amely egy Elinon típus, amely egyesíti a motort, a nagy felbontású kódolót, a meghajtót, a mozgásvezérlőt és az Ethernet hálózatot. És van egy digitális IO modul, az EasyIO Plue. Ezen kívül, ha a jobb oldalt nézi, láthatja, hogy az Easy Servotu Plue 2 tengelye a szabványos típus, és az Easy Servotu Plue Mini 2 tengelye, amely a mini meghajtó típusa. Ezek a termékek zárt hurkú léptetőrendszer. A bemutatón használt EasyIO Plus termék 8 bemeneti csatornát és 8 kimeneti csatornát támogat, és egy rugós-rugós kapocslécet alkalmaznak. Ha a bemeneti terminált és a kimeneti terminált összekapcsolja, a LED villogásával ellenőrizheti, hogy a kimeneti terminálról küldött jel belép-e a bemeneti terminálba. Az Edson csatlakozó támogató típus is választható. És összesen 8 tengely van csatlakoztatva egy 100-szor szép láncba egy Ethernet hálózaton keresztül, és egyidejűleg egy mesterrel vezérelve. Vagyis ezt a 8 tengelyt egyidejűleg PC vezérli. A program a Fastek Windows alapú API-t használja. Eddig bemutattam az EasyIO Plus-t. A Fastek webhelyéről www.fastek-mosons.com letöltheti a termékekkel kapcsolatos anyagokat, például katalógusokat, kézikönyveket, rajzokat, bemutató videókat és webináriumokat nézhet. Továbbá, ha Fastek kifejezésre keres a YouTube-on, akkor több mint 100 bemutató és webinárium videót láthat. Köszönöm, hogy meghallgattak!